Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit a Magyar Imre Kórház fertőző osztályának udvarán. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Navracsics Tibor kormánybiztos urat, országgyűlési képviselőjelöltünket és dr. Nagy Zoltán főigazgató urat, illetve a megjelent képviselőket. Mai sajtótájékoztatónk egyik apropója a fertőző osztály felújítással kapcsán lett összehívva. Bevezetőként el kell, hogy mondjam, hogy rendkívül méltatlannak találtuk azokat a megnyilvánulásokat a balliberális sajton keresztül, amellyel megkérdőjelezték és nagyon-nagyon intenzíven támadták ennek a beruházásnak a megvalósulását. Tudni kell mindenkinek és a jelenlévő sajtóképviselők jelentős részének, hogy ezzel kapcsolatban már nagyon sokat tájékoztatást adtunk, többször stúdióbeszélgetés és a helyszínen történt sajtótájékoztatók kapcsán mondtuk el, hogy a Magyar Imre Kórház számunkra nagyon fontos, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a kórház hosszú távon, az elkövetkezendő 50 évben is garantáltan ezt a 60 000-es agglomerációt, Ajka városát és a környéken élők problémáit, egészségügyi szolgáltatását a létező legmagasabb színvonalon ki tudja szolgálni. Sikerült elérnünk azt, hogy ez a megkérdőjelezett fertőző osztály felújítása március 21-én itt a helyszínen elindult. Ezekről a részletekről dr. Navracsics Tibor kormánybiztos úr fogja tájékoztatni önöket. Köszönöm szépen, én is jó napot kívánok mindenkinek. Valóban így van, hogy bizonyos fokig, miközben ez egy örömteli esemény, azért egyfajta szomorú aktualitása is van ennek a sajtótájékoztatónak, mert ezt álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egyébként egy megindult beruházást politikai alapon támadnak azzal, hogy ez úgyis csak színjáték, úgysem mondunk igazat, és úgyis le fogják bontani a választások után. Önök a szemtanúi és a fültanúi annak, hogy idestova, két hónappal ezelőtt talán, amikor szintén itt a kórház bejáratánál tartottunk sajtótájékoztatót, és akkor is a nemtelen támadások miatt kellett tartanunk sajtótájékoztatót, és mondtuk, hogy az Ajkai Kórház jövője biztosított, és nem hogy a leépítés, hanem a fejlesztések időszaka vár rá, akkor én azt mondtam, hogy én szövetséget ajánlok Ajkának, egy olyan szövetséget, amely politikai hovatartozás nélkül, vagy ha úgy tetszik, akkor politikai határvonalakon átívelően fejlődést és fejlesztéseket hoz Ajka városának. Ehhez képest az elmúlt 3 hónapban csak azzal szembesülünk, hogy továbbra is folyamatosan támadják a szándékainkat is, hogy a tetteinket támadják, az egy dolog, de a szándékainkat is támadják, és kétségbe vonják a jó hiszeműségünket és a jóra való törekvésünket. Ezt én elfogadhatatlannak tartom, de úgy tűnik, hogy együtt kell élnünk ezzel. Mindazonáltal éppen a hosszú távú együttműködés reményében a szövetségi ajánlatom továbbra is áll Ajkának, aminek az egyik pecsétje, ha úgy tetszik, ez a 2,5 milliárd forintos beruházás, amely az Ajkai Kórház régóta húzódó felújításának az értéke jelen pillanatban. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem csak az Ajkai Kórház életében indulhat meg egy új korszak, kezdődhet egy új korszak, de a mi együttműködésünkben is. Én többször bizonyítottam már, hogy nem annyira beszélni szeretek a dolgokról, mint inkább megtenni ezeket a dolgokat. Sikerült elérni a kormányzatnál, hogy a sokáig holtponton lévő koncepciós viták által sújtott felújítási vállalkozás most végre elindult, mint azt láthatják itt, tehát itt nem egy színjáték díszleteit látjuk a háttérben, hanem egy valós felújítást és beruházást. A hivatalos határidő december 31-e, addig kell elkészülni. Nem akarom erre a nyakamat tenni, mert tudjuk, hogy sok minden kockázati tényező áll fenn, gazdasági helyzet, akár háborús helyzet, nagyon sok minden, ami akár az alapanyagellátást, a nyersanyagellátást, akár az itteni munkát befolyásolhatja. Adja a jó ég, hogy valóban december 31-én együtt örülhessünk egy megújult fertőzőosztálynak, de ha december 31-es határidő esetleg nem lenne tartható, én akkor is úgy gondolom, hogy ez most már tény, hogy a fertőző osztály felújítása meg fog valósulni.
megint csak nem pártpolitikai okokból, nem kampányokból, hanem a térség egészségügyi ellátásának javítása érdekében. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy sokat kell javítani a térség egészségügyi ellátásán. Erre szegődtünk, ezért használjuk a lehetőségeinket, hogy mindenki, aki itt él, Ajkán, Ajka környékén, Veszprém megye nyugati részén, pártpolitikai hovatartozásra való tekintet nélkül, választási kampányra való tekintet nélkül, egészségesebb életet éljen és jobb gyógyulási lehetőségekkel rendelkezzen. Erre szerződtünk, ezért vagyunk itt. A jelenlévő képviselők és főigazgató úr is ezt kívánják demonstrálni azzal, hogy eljöttek a sajtótájékoztatóra. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Navracsics képviselőjelölt úrnak. Annyit szeretnék elmondani még a magam részéről, és felhívnám a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy milyen módon jelenítik meg az információkat az egészségügyel és a kórházzal, jelen esetben a Magyar Imre Kórházzal kapcsolatban. Én azt hiszem, hogyha mélyen belegondolunk abba, hogy mi viszi előre az egészségügyet, mi garantálja azt, hogy egy kórház működjön, akkor alapvetően szükséges ehhez az, hogy egy kórháznak a jó hírét nem ronthatjuk. Minden egyes dezinformáció, minden egyes olyan információ, amely a független sajtóban megjelenik, az ennek a kórháznak árt. És ha itt most nagyon keményen szeretnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy Rig Lajos minden egyes sajtótájékoztatója a kórházkapuban Ajka város lakosságának árt, és semmit nem javít az ajkai egészségügyön. Úgyhogy arra kérem képviselő urat, hogy egy kicsit fogja vissza magát, és próbáljon azonosulni a tényekkel, és próbálja meg elfogadni azt, hogy igen, egy újabb 2,5 milliárdos fejlesztés megindult az ajkai kórház területén. Köszönöm szépen, van-e kérdésük? Parancsolj! Közeljük csak, hogy hallatszol, mivel úgy érzem, hogy megszólítottam. Most ebben nem mennék bele, mert nem azon helyzet van. Én azt szeretném kérdezni, hogy Kásler miniszterről sikerült a jobb belátásra bírni ezügyben, vagy pedig nem is volt igazán határozott véleménye a kórház fejlesztésének elutasítására kapcsolatban. És arra egy olyan válasz jött, amit hát nem tennénk ki az ablakba. Tehát nem azt jelenti, hogy a liberális sajtó dezinformáltan közvetít, hanem próbáltuk mindig a tényeket közvetíteni, és úgy is fogalmazhatnék, hogy 4 év kitartó munkája kellett, kritikálja, ha tetszik, ahhoz, hogy most ezen a sajtótájékoztatón részt vehessünk. Általam nem lett megszólítva sem az Ajkai Szó, sem az Ajka TV. Nem önök nevezték színjátéknak ezt a beruházást, ami akkor már második napja zajlott egyébként, furcsa módon. A Kásler miniszter úr tagja a kormánynak. A kormány határozat döntött arról, hogy megindul a kórház felújítása. Azt is mondhatjuk, hogy a levél és a kormányhatározat között eltelt idő tárgyalásai vezettek oda, hogy most el tudott indulni a fertőző osztály felújítása. Igen. Csak egyetlen gondolat, mivel azt gondolom, hogy a kérdés egy bizonyos része hozzám intéződött. Pontosan ön volt az, aki egy kerekasztal beszélgetésre hívott engem néhány hónappal ezelőtt egy stúdióban, és a fő témák közül az egyik az ajkai egészségügy és a kórház helyzete volt. Én ott is elmondtam, hogy biztos lehet mindenki abban, hogy amíg a Fidesz-KDNP polgári kormány vezeti ezt az országot, és nekünk jobboldali országgyűlési képviselőnk van, mindig mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez a kórház nem kerül bezárásra. Akkor a fő csapás irány az volt, hogy olyan rémhíreket terjesztettek, amellyel azt akarták az embereknek sugallni, hogy ebből a kórházból hamarosan egy elfekvő lesz. Én ezt mindig visszautasítottam, visszautasítom most is. Megnevezem azt a sajtót, amelyben színjátéknak nevezték a mögöttem lévő fejlesztést, ez a Népszava volt. Kapott a Népszava meghívót a mai sajtótájékoztatóra, nem látom, hogy jelen lennének. Nagyon sajnálom, hogy amikor rossz hírt, vagy annak tűnő hírt kell közvetíteni, akkor a balliberális sajtó felsorakozik, amikor a sikerről kellene tájékoztatni az itt élő embereket, akkor csak úgy foghíjasan van a sajtó jelen. Nem tisztel megvédel a Népszavát, de szerintem... Mert
időbeli elcsúszás lehet tájékozódásom szerint, tehát az ajkai szó egy korábbi információjára alapozva fejtették ki ezt a véleményeket, ami idejét múlt természetesen, de ezt majd ők tisztába teszik. Én meg nem önön keresztül akarok üzenni a létszerelmet, de mibe engem. Ennyi az egész. Úgy írnak rólam bekezdéseken keresztül, hogy senki nem keresett meg. Nem az, ez nem, tehát nem hiúsági kérdés, csak el tudtam volna mondani, hogy két napja elindult a beruházás. De hát ez nem az ön. Persze. Felújítás jelent meg. Hát lehet, hogy rémlik, de nem jelent meg. Rémlik az lehet, de bővítés nem volt. Én is köszöntök mindenkit nagy tisztelettel, és néhány félreértést is szeretnék majd tisztázni, de azért szeretném elmondani, hogy a köszöneti az első szó, a köszöneti a második szó, a köszöneti a harmadik szó, és a köszöneti a sokadik szó. Egy álom valósult meg. Ez nem a menedzsmentnek, a kórház menedzsmentjének az álma, hanem az ajkai embereknek az álma, az ajkai egészségügyi dolgozóknak az álma. Ez megvalósulni látszik, és a megye második legnagyobb kórházaként, ahol nagyon sok szakmában, megyei feladatokkal látunk el, szerintem méltatlan az a jelenlegi vita, ami kikerekedett itt a sajtóban. Nem tisztem ezt elemezni, de nagy tisztelettel meg szeretném köszönni Magyarország kormányának, Magyarország döntéshozóinak, és az országgyűlési képviselőinknek, országgyűlési képviselőjelölt úrnak azt a tevékenységét, ami lehetővé tette, hogy ez az épület a mai napon ilyen helyzetbe került, bontás alá került, és később felújításra került. Most lehet itt a szavakkal játszani, hogy bontás vagy felújítás. És az ön kérdésére válaszolva, a tervek elkészültek, de nyilván a műszaki tartalma, a végleges megvalósítása akkor fog kialakulni, amikor az alapvető bontási munkálatok befejeződnek. Ugyanis nem tudhatjuk, hogy az alap statikailag mennyire bírja a terhelést, milyen elhelyezésű kórtermek melyik helyen milyen terhelést jelentenek az alapra, ezt statikusok meg fogják vizsgálni, és talán értelmetlen az a vita, hogy most bontás vagy felújítás, ha bontás kell, akkor bontás ez, ha felújítás, akkor felújítás. A legracionálisabb döntés fog születni annak érdekében, hogy ez az épület december 31-én egy európai szintű, legmagasabb felszereltséggel rendelkező, a megye ellátórendszerét szolgáló egészségügyi intézményé váljon. És ezek nem nagy szavak, hisz ez a kórház büszkeséggel kell, hogy eltöltsön mindenkit, úgy ajkai lakosokat, mint a megyei lakosokat is, hisz egyedüli kórházként látjuk el azokat az infektológiai feladatokat, amelyek az utóbbi időben elég nagy tért nyertek. És országos járványkórházként az ajkaiak büszkeségére állíthatom, hogy megfelelőképpen láttuk el a feladatot, megfelelő statisztikai adatokkal tudtuk bizonyítani azt, hogy ebben a megyében, ebben a régióban egy olyan fertőző épület szolgálja a betegeket, amelyek méltók a magyar egészségügyhöz, a magyar orvosokhoz és a magyar egészségügyi személyzethez. Nagy hála és köszönet mindazoknak az embereknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez az épület a Veszprém megyei Ajka városában létrejöjjön, és a betegek későbbi gyógyulását szolgálja. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, van egy kérdés még? Egy megjegyzésem lenne, elnézést, hogy érzékenyebbek vagyunk az ígéretekben itt már. De például Veszprémben két választási cikluson keresztül sikerült a Huszodával elég jelentős szavazatokhoz jutni, és hogy horvát példát hozza, egy Bandis nevű polgármester, Isten nyugosztalja, 6 alkalommal nyerte meg, ha jól tudom, Zágrában a polgármesteri választást, azzal, hogy ígérte, hogy kiviszi a villamos locskóba a repülőtérre, nem tudom, hogy megtörtént-e már. Tehát én őszintén örülök annak, hogy elkezdődött a munka, és a Flex szavánál többet mond minden, ami itt elhangzik, ha nem érti félre. Tehát ennyit. Ha már Veszprém, nagyon jó példa. Sándor is szóba hoztad meg. Ott volt az onkológiai központ, ami az engem megelőző országgyűlési képviselők állandó választási ígérete volt. Én pedig fölépítettem.
az embert nézd, ne a politikát. Köszönöm. Csak egyetlen hozzáfűzni valom. 2019 nyarán lett bezárva a mögöttem lévő fertőző osztály, nincs 4 év, 2,5 év. És most itt tartunk. Azok a példák, amit tisztelt főszerkesztő úr említett, nem kell elmenni külföldre, körül kell nézni Ajkán. Nem akarok belemenni a részletekbe, az ígéret halmazokba és az egyebekbe, amelyek a választásokat megelőző időszakban itt Ajkán kiplakátolva, gyönyörű szépen bemutatva, aztán végül semmi nem történt, ugye? Tudjuk, ez van. Hát, a miénket nem, a mi ígéretünket úgy kell venni, én úgy szeretném, köszönöm a kérdést, én úgy szeretném, hogy ez az épület alapvetően fertőző feladatokat lásson el, tehát az infektológiai betegek gyógyítását szolgálja. De terveim szerint felszereljük olyan kiegészítő egységekkel, amelyek a diagnosztikát, a betegellátásnak azt a részét, ami a fizikoterápiához tartozik, tehát egy teljes komplex ellátást nyújtó épületként fog funkcionálni a későbbiekben, sokkal szélesebb körű ellátást fog biztosítani, mint amit eddig tett. Tehát ez egy terv, ez egy, megint csak azt kell mondom, hogy európai szintű ellátás felé törekszünk, mint ahogy a főépületben, mint ahogy a szakmákban, mint ahogy a környezetben, mint ahogy mindenütt, ahol az egészségügy jelen van a városban. Köszönöm szépen! Hogy azok a technikai berendezések is ide kerüljenek, amik ahhoz szükségesek, hogy el tudják látni a feladatokat. Látja, megint ugyanott vagyunk. Tehát a kérdése azt foglalja magába, hogy itt fel akarjuk újítani ezt az épületet, és üresen itt hagyjuk. Mert most gyakorlatilag ezt kérdezte. Természetesen. Tehát egy kicsivel több jó, egy jottányival több jó indulatot kérek. Jó részt azért mennek el, hogy a közjóért dolgozzanak. Biztos vannak olyanok is, akik nem. De ezek az emberek, ezek azért jöttek el. Ezt higgyék el nekünk, Ajkáért fogunk dolgozni, a térségért fogunk dolgozni. Köszönjük szépen, van-e még kérdés sajtó részéről? Még egy benne, egy pozitív megjegyzés, uralomat állítottatot. A polgármester úrral is találkozom néha, és úgy azt említette, hogy paradigmaváltás történt ebben a körzetben már is. Tehát ön például sokkal több, nem csak ígért, hanem hozott is pénzt valóban, amit már el is költött a város. Tehát a kettők együttműködésében gondolom, mi szerepünk csak egy erjesztő, és nem annyira romboló hatást fejti. Önök szerepel? Igen. Én úgy gondolom. Ez annyira bonyolult ez a szemüveg, meg a maszk, nekem nem jön össze. Nem, semmi probléma. Én nem keverném bele a polgármester úrral fenntartott kapcsolatomba a sajtó esetleges kritikus írásait. Ez egy másik dolog, azt megbeszéltük mi már szerintem, és le is zártuk azt a történetet. Én polgármester úrral maximálisan jó személyes és szakmai kapcsolatot törekszem. Azt ő neki kell eldöntenie, hogy mennyit ér neki ez a kapcsolat, milyen megjegyzéseket enged meg. Én polgármester úrral soha nem mondtam rosszat, és soha nem is fogok rosszat mondani. Én abban vagyok érdekelt, hogy Ajka egy épülő város legyen, és ahhoz, hogy Ajka épülő város legyen, ahhoz nekem a polgármesterrel jó viszonyban kell lennem. Köszönjük szépen, van-e még kérdés a sajtó részéről? Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönjük a megjelenésüket, további szép napot kívánunk mindenkinek.